Hallgassuk meg Kisner Liza 12. B és Demeter Dominik 12. A osztályos diákjainak előadásában Tóth Krisztina és Varró Dániel verseit arról, hogy hangzik két 21. századi szerelmes vallomás. Hát, el vagyok egészen andalodva, és gyönge szívem ímé reszketek, mióta éjjelente, hajnalonta, veled titokban ímé reszketek. Nem kell megszólítás, se semmi cécó, és az se baj, ha nincsen ékezet, csak kebelembe vésüljék-e négy szó, hogy önnek új levele érkezett. Az egész világ egy gyűjtemény, az emberek, a tárgyak benne linkek. Bárhova kattintok, te jössz elém. Te vagy a felvillanó websájtja mindnek. Te dobogsz bennem, mint versben a metrón. Föltettem háttérnek a képedet. És míg körülöttünk szikrázik a chatroom, én látvár miközben vakon gépelek. Hiába nem láttalak még az embert, ha minden betűd mégis eleven, ha érezlek, mint kisújjam az entert, van nulladik látásra szerelem? Kiraktalak a szívemben a képernyőre, és az összes ikonom eltűnt tőle. Nézlek egymagam, közben vívódom. Légy a jelszavam, légy a pinkódom. Megvan az, amit szednék, csak az adagolást nem értem. Kockázatok és mellékhatások tekintetében. Ez a világ egy húzatos metró. Befelé sem jó, kifelé sem jó. Nézd, a sok utas milyen árva. Gyere, lépjünk a biztonsági sávra. Ma utoljára még lehet másik halált vagy életet. Védkeket, átkot, étkeket. Váltani földi bérletet. Azt hitted, jár egy utolsó hitel, hogy ami késik, mégsem múlik el. Miért nincs az égi billentyűndilit? Ez a világ egy nyitott blender, integetünk a végtelenbe. Amíg az arcok be nem égnek, hol hívják elő ezt a képet? Hol van ahonnan látni bármit? Testünkön át az űrvilágot. Keresgéljük, hogy hol van Isten, kontrasztanyag az erejében. Tedd a kezed fenekemre, mintha kezed kezem lenne. Hadd szabadjon egyszer hinnem, hogy elmegyünk lazán innen.